Sziasztok! A mai videóban folytatjuk kis technikai nehézségek után az innovatív híreket. Itt van velünk Tamás is. Sziasztok! És itt vagyok én is. Továbbra is kérünk titeket, hogy kövessetek Patreonon. Hamarabb nézhetitek meg a videókat. Mint például láthatjátok, itt az előző videónk elég jóra sikerült. Volt egy vendégünk is, és majd hétfőz egy hétre folytatjuk ezt a Tesla taxis beszélgetést is Janival. Kövessétek Tamást is a saját csatornáján, a Trade on the Market, már 135 feliratkozója van, illetve ugye minket is követhettek. Érdekes, hogy elég jók a megtekintéseink, már ugye ezt a taxis részt, amit az előbb említettem, 400-an megnéztétek, van egy-két rész, amit még többen, viszont a feliratkozók száma még elég alacsony, és kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel az Innovatív Hírek csatornára is. Hamarosan ez a hírek rész, amit most veszünk fel, ez is át fog kerülni az Innovatív Hírek csatornára, úgyhogy már csak azért is jobban jártok vele, hogy nem maradtok le a hírekről. Illetve engem is követhettek a saját csatornámon. Elég jó megtekintési szám van az előző Elon Muskos videónál. Ha még nem láttátok esetleg, akkor meg tudjátok nézni. Az első néhány hír Grinda only tól származik, aki egy etikus hacker, aki elég sok információt oszt meg a Teslákról. Az első és legfontosabb, hogy az MCU van, vagyis az egyes fedélzeti számítógépen rendelkező Tesláknál, ezen túl már jelzi előre a rendszer, képen is lehet látni, jelzi előre a rendszer, hogyha tönkre fog menni a memóriakártya, ami egy nagy segítség lesz, azt hiszem, a a régi modell S és X felhasználóknál. Jön az 5G, szintén Green de only tudjuk. Hamarosan a tesla legalábbis már a kódban benne van, illetve láthatunk tőle még pár újítást. Például azt, hogy Kínában már lesz egy ilyen tomtomszerű navigációs segítség, hogy melyik kijáratnál kell kimenni, ami nem tűnik túl jó grafikájuknak, de valószínűleg ezen majd javítani fog a Tesla. Illetve, hogyha lett volna kérdésetek azzal a kapcsolatban, hogy melyik szín mit jelent a Full Set Driving-nál, akkor de Only erre is megtalálta a megoldást itt látható, hogy melyik színek mit jelölnek. És egy utolsó Grinde tól ugye kérték nemrég Ilontól, hogy legyen több pontos navigáció, és Green megtalálta az ehhez tartozó kódot, illetve egy ilyen kezdetleges, kezdetleges verziót már is lehet a kódba látni. Aztán következzen néhány videó. Már rég beszéltünk a Tesla szemiről, és most láthatunk egy, igazából egy TikTok videó, de én YouTube-on találtam meg, hogy hogyan is gyorsul a Tesla kamion egy kereszteződésben. Elég érdekes hallani, hogy nagy gumizaj, de nincs meg az a szokásos dízel traktor kerregés, illetve a gyorsulása sokkal jobbnak tűnik, mint egy dízel kamionnak. Illetve persze van néhány full-size drivingos videóm is a hétre. James Locknak nemrég volt egy videója, biztos emlékeztek rá még néhány innovatív hírekkel ezelőtt, amikor egy 180 fokos fordulót, fordulót eh, próbált megcsinálni a, a full-size drivinggal és kisebb nagyon siker előbb utóbb sikerült ugye körbe menni. Most a legújabb frissítéssel viszont érdekes módon már nem működik ez a, ez a forduló. Úgyhogy amit Ilon említett, ez a két lépés előre, egy lépés vissza, ez valahogy itt is előjött, hogy ezt James is meglepődött rajta, de igazából nem képes megcsinálni az autopilot most a legújabb frissítéssel. A következő videónk az Tesla Racstól származik aki pedig letesztelte az Autopilot mit tud útépítéseknél, és ez szintén ez a két lépés előre, egy lépés vissza. Igazából a legtöbb helyzetben próbál az Autopilot visszamenni a saját sávjába, még akkor is, hogyha esetleg ez a bóják között van, úgyhogy itt egy pár helyzetben Rajac egy kicsit küzd a kormányjal, illetve próbálja visszaterelni az autót. Rásnak egyébként az volt a benyomása, hogy valószínűleg a Tesla még nem kapcsolt be valamilyen funkciót, ami a, ezeket az útépítéseket kezelni. Illetve Dörti Teslától láthatunk egy nagyon érdekes videót, aki először is azt mutatja meg, hogy igenis az autópályát észreveszi és elkerüli az őzeket. Éppen a képen ez látható. Ugye a vizualizációban is lehet látni, hogy valami megjelent, még hogyha nem is ősz, hanem egy gyalogosként. Illetve, hogyha beletekerünk egy kicsit a videóban, van egy nagyon érdekes rész itt a vége fele, amikor is sokan kérdezték tőle, hogy működik -e az Autopilot lámpák nélkül, és gyakorlatilag igen. Nagyon érdekes, hogy működik felkapcsolt lámpák nélkül is. A következő full send driving az nem is annyira a funkcióról szól, hanem inkább a, a milyen helyeken lehet járni ilyen Teslákkal. De Wall Mars katalog, vagyis Omar a Third Road Tesla podcasttól éppen a Rodo Drive, illetve a Third Street Promenade környékén járt. Elég szépen fel van díszítve. Viszont van egy érdekes videója is Omarnak, amikor is a full self driving automatikusan saját magától becsukja a tükreit az autónak egy szűkebb helyzetben. amit nem gondoltam volna, hogy a full set meg tud csinálni. A következő hírünk, a Tesla úgy tűnik, hogy évvégére leállítja a Model S és a Model X gyártását. Ugye sokan egyből a frissítésről beszélnek. Ami lehetséges, igazából magában a, az e-mailben is van egy olyan szó, igazából egy refresh szó, hogy hagyják, hagyják a dolgozókat felfrissülni, úgyhogy lehet, hogy ez egy, tényleg egy utalás, egy refresh -e. Ugyanakkor most nemrég ugye voltak a felfüggesztéssel problémái a Model X-nek, úgyhogy elképzelhető, hogy csak egy ilyen rutinszerű lállás van. Illetve még egy érdekes hír év ugye az évvégi hajrában az el nem adott Model Y-oknál és Model 3 asoknál ingyen szuper, egyéves superchargingot ajánl a Tesla. Egyik forrás szerint csak az el nem adott, tehát a, tehát a szalonokban lévő Model y és Model 3 asokra egy másik forrás szerint viszont minden, Model 3-asra. Szerintem a reális az az, hogy az el nem adott, tehát a szalonokban lévő autókra vonatkozik ez. Illetve majd később Tamás erről fog beszélni nekünk bővebben, de a Tesla egy 5 milliárdos befektetési körön van túl igazából, ami még ugye a S&P 500-ba való bekerülés előtt történt. Itt már rég beszéltünk már a Terra factory Texasban, és kerestem egy videót nektek, ami mutatja a jelenlegi helyzetet. Elég érdekes, hogy itt is már állnak bizonyos, még ha nem is épületek, de ilyen épületkezdemények, úgyhogy a texasi terrafaktori is jól halad. Ugye mindeközben Németországban egyszer látották az építkezést a kígyók miatt, aztán most meg újraindították, aztán megint látották, és most az, talán a legújabb Hír nem is akartam bevenni a hírek közé, hogy megint működik az építés, mert maga, mert maga. A a város az engedélyezte a Teslának. Aztán nemrég beszéltem ugye Sam illetve arról, hogy, hogy ő megtalálta a, azt a sárga taxit New Yorkban, amik az első Tesla Model 3-as. Ezt fel is rakta a TikTokjára, illetve rakott föl Twitterre Twitter is egy, egy kis előzetest, hogy majd fog csinálni egy videót, amihez én kommenteltem, és lájkolta like a kommentemet maga szem. Két, kis screenshotom is van róla, illetve itt van maga a videó, amit aztán YouTube-ra ki is rakott, ugye beszélget a sofőrrel, illetve megmutatja kívülről belülről ezt a sárga taxit, ami, ami New Yorkban az első. Ugye Uber, el is mondta, hogy Uber és lift már volt, de ez az első hivatalos sárga taxi. Érdekességként, itt látszik a sofőr is. Illetve tőletek konkrétan Zsolttól tudtam meg, hogy Magyarországon is nyit Tesla egy üzletet, ezen kívül még Romániában is. Ugye itt egy kommentben találtam én is rá, aztán egyre több híroldalon erősítették ezt meg. Úgyhogy köszönöm Zsoltnak, és igazából át is adom a szót ezzel, és a képet Tamásnak is. Na, köszön. köszönöm szépen. Akkor bemelegítésnek azzal kezdünk, hogy SpaceX Starlink Service Görögországban méghozzá Elon tervezi a Starlink Internet Service, Görögország, Internet Service Görögországban is elindítani a 2021-es év első negyedében, bizonyítva ezzel, hogy már nagyon fejles stádiumban van a projekt. Annak ellenére, hogy 20 kal drágább nezet kínálnak, mint egy átlagos görög internet szolgáltató, úgy remélik teljesen elsöprik fel a piacot. Görögországban a lefedettség ugyanis borzalmasan alacsony, így az internet is leginkább a régi betárcsázós korszak sebességére hasonlít. Ezzel szemben a Starlink 150 megabit per szekundum sebességű kínál, nem kevesebb, mint 100%-os -100 lefedettséggel. Úgyhogy ennek biztos, hogy oda mármint az ottani piacnak, és hát várom a híreket erről. erről. bocsánat, erről, hogy még mit fognak lehozni. És akkor térjünk át az élesebb témákra ami ott kezdődik, hogy az SN8 kilövésének a készülődésében Elon is, részt vett. December 7-én posztolta is magát a kilövő állomásról, mert hogy december 7-én egy utolsó wet dress rehearsal test volt, amit az SN8 tökéletesen teljesített, de erről sajnos eltűnt a videó, úgyhogy most nem tudom megmutatni. Különben nem robbant fel, úgyhogy nem kell nem, nem kell túlzottan izgulni emiatt. A következő hír, amire rámegyünk, az pedig az, hogy december 7-én keleti idő szerint 140 óra 40-kor délután a Dragon Cargo meg, megközelítette a nemzetközi űrállomást és sikeresen dokkolt méghozzá. Ez volt az első teljesen automatizált SpaceX dokkolás így, így már két SpaceX Dragon is egyszerre csatlakozik az űrállomáshoz. Ezen túl egyébként szerintem nem űrállomásnak, vagy nemzetközi űrállomásnak kellene hívni, hanem Elon parkolójának, ez kicsit jobban hasonlíthatna a nevére. Érdekes lesz egyébként megfigyelni, hogy az űrállomás fe fejlődése milyen irányba fog haladni, ha a Starship készen lesz. Jelenleg ugyanis az ISS azért néz ki úgy, mint egy ilyen etióp éhező méhecske, mert az oroszok és az űrsikló nem volt képes feljutatni nagyobb darabokat hozzá azonban a Starship 9 méteres átmérőjével ez irányban is új fejezetet nyithat. Mindeközben pedig a kínaiak kavicsot kapargatnak és vissza akarják jutatni a földre, ami mellesleg megjegyezve szint egy hihetetlen nagy siker, de december 8-án az sn 8 stársi Starship prototípus készen állt a kilövésre, azonban pillanatokkal t-0 előtt az egyik Raptor meghibásodása, miatt kénytelenek voltak aznapra lefújni a tesztrepülést, majd december 9-én eh, a visszaszámláló órájának újbóli megállítása után, mert feltehetőleg valaki megsértette a lezárt le légteret, eh, talán épp Bezos bácsi akart közeli selfie a Starship-el. Szóval végül történt történt, ami történt, amire mindenki annyira várt. Én megmondom őszintén, életem legszürreálisabb perceit életem át, kb. szotyi méretűre zsugorodott belső szervekkel, és valószínűleg sosem fogom elfelejteni. Az eredeti elvárás az volt, hogy sikeresen feljusson 12,5 km magasba, ott teszt célból leállítsák egyébként a raptorokat, utána pedig lényegében az a rész következett, mikor mindenki összeszerített fogakkal várta, hogy vajon szétesik -e még a levegőben, mekkorát fog durranni, vagy kit fog agyon nyomni, és hasonló forgatókönyvek. Maga Elon is úgy nyilatkozott, hogy mindössze 30% esélyt ad annak, hogy nem a levegőbe fog felrobbanni, hanem szárazföldön. Nos, Elon önmagát is felülmúlta, mert bár valóban robbanás lett a vége, közel sem azért, és úgy, ahogy azt elképzeltük. Én ugyanis még sirályt sem láttam ilyen kecsesen siklani, mint az SN8-as. A következő podcastban részletesen fogunk ezzel foglalkozni, és elmagyarázunk minden technikai részletet, amit, amit tudnatok kell, úgyhogy ezt mindenképpen hallgassátok meg. 12-én azonban egy hirtelen sok hírt kaptunk, mégpedig, hogy az SN9-es, lényegében már készen állva várta, hogy a kilővő állomásra szállítsák, egyszerűen eldőlt pontosan úgy, mint egy, egy, egy darab magatehetetlen fatuskó, tulajdonképpen az történt, hogy eddig ismeretlen okokból a 120 tonnás megadögött tartó állvány belső része megadta magát, és az egész cucc neki esett a b falának. Még nem tudjuk, hogy az egész jármű kuka-e, vagy megmenthető. Illanosan gondolkozva a tökéletes test volt, hogy a tehát egy sztársi becsapódását is kibírja december 13-án útnak bocsájtották az SXM7-es, azaz a Sirius XM rádióállomás műholdját egy újabb, olyan Falcon 9 boosterrel, amely a hetedik kilövését teljesítette. A 70 méter magas kerozinnel és folyékony oxigénnel hajtott Falcon 9 rakéta egyébként egy olyan teherszállító burkot cipelt magán, aminek az egyik fele ugyanis ki volt már egyszer lőve. A booster sikeresen leszállt ezúttal a Just Read the Instruction, tehát csak olvasd el a használati útmutató drónhajóra, teljesítve ezzel a SpaceX 69. sikeres landolását. Bár lehetne 70 is, mert az S8 -E elvileg célba ért, csak kicsit keményebben landolt. Összesen tehát Uh, csak egy gyors videó egyébként. Sajnos nem sikerült a landolásról videót készíteni, mert pont megszakadt az adás abban a pillanatban, de másodpercekkel később visszakaptuk az adást, és akkor már lehetett látni, hogy a booster nagyon szépen teljesítette a landolást a drónhajóra. Szóval, tulajdonképpen a SpaceX-nek a mérlege jelen pillanatban 106 kilövés, 69 leszállás és rakéta újra kilövése 48 alkalommal, ami szerintem nagyon impresszív már. A következő kilövések pedig, amire számíthatunk a 2020-es évben, az csak egy nagyon pici türelmet inkább. kérek ehhez. A 2021-es, igen, ez köszön, hogy Szóval, amire most számítunk még kilövésre. Az ugye az előző részben említettem a december a 13-ai SXM 7-es, amit most meg is osztottam veletek. Aztán december 17-én, azaz nekünk a mai napon, amikor ti ezt látjátok, akkor ez már egy kicsit a múltban lesz. Ez tegnap. Akkor az Enroll 108-as payloadot fogják fellőni a B1059.5-ös boosterrel, és akkor a következő kilövések pedig már, már januárra szólnak tulajdonképpen, 2021. januárjában fogják kilőni a Starlink 16-ot, úgy szint januárban fog startolni a TürkSat 5A, és szintén januárban majd a SmallSat Smallshatnak lesz egy rice-je, amit 525 km magasságban fognak fellőni, de nincs meghatározva pontos időpont, mint ugye az előző kettőhöz sem. Úgyhogy szerintem a következő hírekben majd ehhez visszatérek, amint, amint ezeket az időpontokat elérhetővé teszik. És azt hiszem, hogy itt vissza is tudom adni neked a szót István. Köszönöm, és akkor folytatjuk. Átkötök egy kis Starlinkre én is. Ugye én is jelentkeztem beta ezért szeretek néha egy-két hírt el Csorni Tamástól. Az egyik ilyen Starlinkes hír, hogy egy icipici kis kanadai falu, ahol gyakorlatilag csak 2000, kicsit több mint 2000 élnek, ők eléggé küzdöttek a, az internettel, eléggé egy elzárt, majd úgy néz ki, mintha valami alaszkai kis hely lenne, de Kanadában van. ők kapták meg először Kanadában a Starlink csomagokat igazából, egy jó pár parabola antennát kaptak, illetve mindenki elmondja itt a videó vége fel a tapasztalatát, hogy eddig gyakorlatilag szinte nem is volt internet, hogy volt, akkor az nagyon lassú volt, és itt pont láthatunk egy tesztet is, ahol 130 megabittel tölt le éppen valaki a telefonján keresztül a Starlinket használva. Úgyhogy szerintem sok ilyen hírt lehet majd hallani, meglátni. Ugye Tamás is elmondta, hogy Görögországban ugye próbál majd a Starlink teljeskedni. Szerintem nagyon sok országban túlárazott és megbízhatatlan az internet. Ezt saját tapasztalatból is elmondhatjuk, szerintem mind a És reméljük, hogy a Starlink mindenhova eljön. Még egy érdekes dolog a Görögországot, hogy említetted, akkor, meg, eh, eh, akkor eh, láttam valami videót róla, hogy gyakorlatilag a hajókon, akár ilyen luxus is, vagy, vagy akár ilyen eh, cruise hajókon is, iszonyatosan drága az internet. Valószínűleg ebben is majd nagy Segítség lesz, hogy Starlink internetünk lesz, illetve a repülőkön is. Ott az egyik talánommal beszéltünk valamelyik nap, hogy a repülőkön is, hogy ha van internet, akkor rettentő drága és lassú. A következő hírünk az már boringos. Boring Company megosztott egy videót. A zenét nem fogom lejátszani. Nem akarunk jogdíjat fizetni, de megosztott egy videót a Las gászi kiállítási központ alatti termináról, ahonnan fog indulni. Ugye láthatjuk két oldalt az alagutat, és láthatunk pár Tesla-t ez kapcsolódó hír, hogy a Wall Street journal adott Elon egy interjút, ahol beszélt arról, amit már sejtettünk, hogy a Boring Company fog építeni Hyperloop alagutakat is. Megyünk is a következő hírre, ami egyéb elektromos autókról szól. Az egyik ilyen az, hogy a Kedilek felajánlotta, a General Motors felajánlotta a Cadillac kereskedőknek, hogyha nem akarnak elektromos Kedilekeket árulni, akkor ő kivásárolná őket, átlagos áron a cikk szerint 200 ezer dolláros áron, 200 ezer dolláros, bocsánat, dolláros befektetésnek kellett volna, kellett volna csinálni ezeknek a kereskedőknek, és hogyha nem voltak hajlandók részt venni, akkor maga a General Motors kivásárolta ezeket a kedelek kereskedőket, és úgy néz ki, hogy nagyjából 150 kedélek kereskedő élt ezzel a lehetőséggel, tehát ők nem a hajlandóak elektromos autókat árulni. Ugye erről már beszéltünk régebben, hogy ez nagy probléma lesz, nagy probléma lesz majd valószínűleg a a normál autógyáraknak, hogy egy kereskedői hálózatot ugye kell úgymond majd tönkretenni, vagy bezárni, vagy magukévá tenni, ahhoz, hogy tudjanak árulni elektromos autókat. Másik elektromos autós hír, hogy a Lucid felépítette a, az első gyárát, elkészültük a gyárral, a, amely 30 ezer autós kapacitással rendelkezik, 90 ezer négyzetméteres, viszont bővíteni, bővíthető az egész, maximum 450 ezer négyzetméterre és 400 ezres kapacitásra következő néhány videó, amit nem játszok le, majd csak a legutolsót, az pedig mind a Ford Mustang íről e szól. Ezt el kell mondjam, ha visszakeresitek, van egy összefoglalom a bemutatójáról is, a Ford Mustang Mach-i-ről. -e Igazából nekem ez az egyik legjobban tetsző elektromos autó a Teslákon kívül. Nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a Volkswagen bármelyik terméke. Már csak azért is, mert a Fordnak nem volt Dízel botránya, meg szeretem a Mustangokat, és ez egy ideális választásnak tűnik. Nemrég láthatok, ugye, Kyla. Out of Specs Reviews-tól. Ő tesztelte le egy pár részel ezelőtt, beszéltünk a Candy-ről, arról a csúnya kis kínai autóról. Most letesztelte a Mustangot ő is. Letesztelte maga J. is. Megnézte ezt a Mustangot. Illetve Yuri és Jacob, vagyis a Straight Pipes is, és ha gondolkoznátok rajta, igen, átment a napellenző teszten. És maga Doug de Muro is, aki ugye már-már ilyen szlogenként megnézte az összes quirks and features vagyis az összes furcsaságot és funkciót, és nagyon érdekes, hogy pont ő, aki gyakorlatilag a furcsaságokról és az összes funkcióról beszél, igaz, hogy sok mindenről beszélt, de azt valahogy elfelejtette mondani, hogy az első motorháztető alatti ugye tárolóban lehet ilyen úgynevezett tailgate partikat tartani, nem tudom, Tamás, tudod, de mi lehet az a tailgate parti? Ugye Angliában teljesen más jelent, mint mint nem. Amerikába. Ugye Angliából tailgating az az, amikor egymás fenekében egy két autó, és nem hagy elég követési távolságot. Amerikában a tailgating az viszont inkább egy partira utal, amikor is állsz a kocsit csomagtartójánál, hogy szól a zene, és közben megy a, megy a, partizás. És igazából erre van felkészítve, mindjárt megpróbálom megkeresni a videóban, azt amikor az elejét nyitja ki. Erre van felkészítve a kocsinak az eleje, teljes mértékben, mert a idézőles motorháztető alatt az első csomagtartó úgy van kialakítva, mindjárt megtalálom, ha minden igaz, úgy van kialakítva az eleje az autónak, gyakorlatilag, hogy pohártartók vannak benne, és pont Dag, aki arról híres, hogy az összes funkciót és furcsaságot megmutat, ő nem beszél arról, hogy annyira erre van kialakítva az autó eleje, hogy konkrétan van egy leeresztő kis csavar is, az első csomagtartóna, de tehát, ha valamilyen hűtött dolgot raknál be, mondjuk ilyen hűtött söröket, vagy hűtött üdítőt, akkor le lehetne engedni utána azt a vizet az első csomagtartóból. Nekem ez az egyik legjobban tetsző autó, ahogy mondtam már. És visszatérünk barátunkhoz Richhez, aki elkészült a Minivel. A Mini 3000 dollár alatti árba jött ki a végére. Egész pontosan minden alkatrészt, amit nem használt fel, ugye, a benzines motortól kezdve mindent aladott, Rich, és a végén kiszámolt, hogy 2815 dollárba került ez a mini átalakítás, mindenestől, be az autó maga a mininek az ára is benne van. A végeredmény egy 5,8 másodperces nulláról 60-ra gyorsulás, a maximum sebességet is megnézték, ami pont 101 mérföld per óra, vagyis kicsit több, mint 160 km per óra, és a jelenlegi akkumulátor konfigurációval ez az autó 40 mérföldet képes elmenni. Nyilván azt meg lehetne növelni, ezt Ricsi is elmondta, de ők arra mentek rá, hogy hogy inkább egyfajta versenyautónak akarták ezt megcsinálni, és az lesz a cél, hogy könnyen cserélhető legyen az akkumulátor a csomagtartóban. Ezzel én be is fejeztem a saját híreimet, úgyhogy visszaadom neked a szót, Tamás. Köszönöm szépen. Tehát tőzsdő a kapcsolatban Tesla-val kezdünk, ezt megígértem az én csatornámban is, és megígértem ezen a csatornán is az előző részben. Tehát Tesla egyelőre bizonytalan az 595-es szint elhagyását követően, ami egyben az egyes Fibonacci szint is, bár az első megérzésem az volt, hogy inkább az ár szint alatt fog bizonytalankodni, most fölé kerülve hezitál, ahogy ezt itt is láthatjuk. Nincs egyértelmű árreakció, és a november 30-a óta történt két kisebb visszaesés egyelőre zászlózik, tehát erre a két leesésre gondolok pontosan, ha kinagyítva megmutatom, erre a kisebbre és erre a hosszabbra. Komolyan figyelemmel kell kísérni, hogy kirajzol le egyértelmű alakzatot, ami rövid tranzakciós terveknél, amire rövid tranzakciós terveknél támaszkodhatunk. A fundamentális elemekben nincs visszaesés, ezért komoly aggodalomra eddig semmi jog. Továbbra is az 595-es szintet és az körüli árreakciót fogjuk figyelni. Azért fókuszálok erre a szintre nagyon, mert az egyes Fibonacci szint az általában egy trend, trend iránynak a végét szokta jelezni, és egyáltalán nem azt tapasztalom az áron, hogy átmegy rajta, visszaigazol és folytatja az útját fölfelé, hanem komoly bizonytalanság van most az árban, illetve úgy komoly, tehát tényleg nem kell aggódni emiatt, hiszen fölötte van. De én simán elképzelhetőnek tartom, hogy mi visszaigazolunk a, a körülbelül. 500-as, illetve nagyon mély zuhanásnál a 455-ös szintre is akár. Ez csak egy lehetőség, erre fel kell készülni, természetesen nyilván az lenne mindenkinek a legjobb verzió, hogyha a Tesla tovább folytatja az útját felfelé, amire egyébként maga Elon Musk is tett már olyan utalást a staff felé, hogy, hogy próbálja azért ezt az árat még felfelé pusolni, úgymond. Áttérve egy kicsit más témára, egy gyors frissítés az aranynál, a 1850-es szint újra támadása ezúttal alacsonyabb szintről és egy ígéretes momentumnak tűnik. Maga az ármozgás eléggé agresszív ahhoz, hogy megpróbáljon kitörni. Jelenleg egyértelműen a 1820-as szint supportként operál, ami nagyon pozitív a majdnem teljesen kirajzolt Head and az alakzatra, ami egyébként egy nagyon furcsa alakzat, tehát amikor felfigyeltünk rá, akkor ez lett volna az a Head and Shoulders alakzat, amire azért fordítottam nagyon nagy figyelmet, mert az arany esetében ez 82%-os eladás, 82%-os pontosággal mutat eladási tendenciát, azonban ez az alakzat nem került befejezésre, hiszen magát a válvonalat nem sikerült áttörnie, és szó szerint ki robbant belőle az ár, ezzel áttörve 1851 szintet, és most, ahogy látjuk, borzalmasan agresszívan megy fölfelé, sőt, már új higher high money, ugyanis ez volt az előző, amit nem, először nem sikerült a 1876-os szintet törni, most jelenleg 1879-en rohan az ár, és amire érdemes odafigyelni, az megint csak egy head and shoulders, de inverse. Tehát, ha jól megnézzük, akkor itt van az első váll, itt van a fej, itt van a második váll, és a vállvonalat már át is törte, ami azt jelenti, hogy én körülbelül erre az, erre az ériára várom az árbezuhanását, és ott lesz majd egy nagy kérdés, hogy a 19-12-es egyelőre ellenállási szint tudja-e vajon tartani az árat önmaga fölött. Ha igen, akkor nagyon-nagyon pozitívan állunk az aranyhoz a 2021-es évre. Továbbá, István, a tekérésedre megvizsgáltam a Beyond Meat részvényt. A csártot megvizsgálva azt alapítottam meg, tekintettel a volume szintekre, amiket itt alul láthattok, ezeket a kis spike-okat. Um, a részvény tökéletes rövidtávú kereskedésre. Én jelen pillanatban az eladást preferálnám, amint láthatjuk november 10-én, egy 16,6%-os geppel nyitottunk, majd a rést a nagykönyv szerint gyönyörűen be is zárta az ár, ami után pedig nem volt képes tovább haladni. Pontosan ahogy a százalékos arányok ezt megjósolják, és a gap esetében ez nagyon szépen, nagyon szépen mutatja nekünk, hogy nem volt elég erős ahhoz, hogy tovább haladjon. Ez engem egy eladási tranzakció nyitására sarkalna, bár beszélhetünk egy komoly ellenállásról a 122-es szinten, és a take profit szintet tekintettel a risk managementre és a portfólióm körülményeire, ezt kihangsúlyozom. Az 56-os szintet céloznám meg, ha többet szeretné tudni arról, hogy a risk management és a portfólió körülményei miként befolyásolják a tranzakció méretét és jellegét, amit nyitni szeretnél, látogass el az oldalamra, amin keresztül Patreonon megtalálod, uh, miként szerezhetsz támogatást a kérdéseiddel kapcsolatban, illetve személyes kapcsolattartás is lehetséges az egyik szinten. Na, de ettől függetlenül, hogy én, hogy én miért gondolnám azt, hogy a 122-es szint nem elég erős, arra az az indokom, hogyha ha kicsit, kicsit eltávolodok így nézetben az ártól, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen az első kitörési pontja, hogy nem sikerült a 122-es szinten, ez, ez február környékén próbálkozott először vissza is pattant az 56-os szintre, aztán a második nekifutás már sikerült, de egyszer visszavonzotta az ár, ezt lehetne hívni egy visszaigazolásnak, a második alkalommal ugyanis rátapadt, és bár megint csak sikerült kilőnie, azonban ezeket a, a még egyelőre nem 100%-ig behatározható ellenállási szinteket már, már nem tudta törni, ugye jelenleg ez a 196-os szint volt, és azzal, hogy ezt a gap elindította, bezárta, és végül nem sikerült felfelé törnie, tulajdonképpen azt mutatja az ár, hogy újra meg fogja látogatni a 122-es szintet. És hogyha egy ellenállás nagyon sokszor van meglátogatva az, ár, az ártól, az azt jelenti, hogy azt az ellenállást törni szeretné. A következő nagyobb ellenállás pedig egyértelműen az 56-es szint, úgyhogy én mindenképp ezt céloznám meg. Szintén te kérted, István. Hogy vagy te kérdezted, hogy melyik elektromos scooter részvénybe érdemes befektetni, és ezen belül is a Lime felül érdeklődnél. Nos, ezt egy kicsit. ezt egy kicsit kilövöm innen. Szóval a, a Lime-nak még nem fejeztem be az analízisét, azonban jelen pillanatban a legígéretesebb részvény ezen a téren a New. A New ugyanis 2020. 3. negyedévére 400%-os emelkedést produkált, ami 136 millió dolláros revenue jelent. Ez 36,7%-os revenue emelkedés 2019-es év harmadik negyedévéhez képest. A nettó bevételük szintúgy nagyon pozitív mérleget mutat, amely a 2020 Q3-ban 12,2 millió dollárt mutatta, míg a, a 2019-es év Q3-ban 10,1 millió dollár, tehát itt, itt van 2,1 millió dollár különbség. Ezekről az emelkedő számokról a végtelenségig tudnék beszélni egyébként a, a járvány utáni helyreállásuktól az eladott példányszámokig szinte mindent érintve. Nagyon ígéretes a cég a kínai piacon, amire a hatalmas a kereslet, és jelenleg méltón viseli az egy, egy címet. És ahogy láthatjuk a csárton is, tulajdonképpen a trendlineok -ok behúzásával, most ezt nem csinálom nektek százszerzelékosan pontosan, csak tényleg érzékeltető azt, hogy maga az ár gyönyörűen elindult egy, csatorna, egy csatornában, és tulajdonképpen a csatornán belül range -a. Tehát érdemes arra odafigyelni, hogy, hogy az enne ellenállásokat gyönyörűen visszaigazolva, ugye itt is és itt is, tulajdonképpen még mindig a csatornán belül maradva lehet arra számítani, hogy tovább is felfelé menjen, és azért itt már elég komoly árkülönbségekről beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy ha kérdésedre válaszolva, ez lehet az a részvény, amiben esetleg érdemes elgondolkozni, kihangsúlyozom függően a portfóliótól, hogy kinek milyen körülményei vannak. És a következő adásra pedig be fogom neked fejezni a line-nak az elemzését, és akkor arra is ki tudunk térni egy kicsit részletesebben, hogy mégis mi a, mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Ennyi tehát a mai tőzsderovatról. Ha részletesebb elemzéseket szeretnél, esetleg szeretnéd, ha te kérésedre készítenék elemzést, vagy akár tőzsdei fejlődésedet szeretnéd, hogy támogassam, látogass el a Trade on the Market csatornára, Linkek itt is, linkeket itt is találsz, majd iratkozz fel, a részleteket pedig ott megtalálod, és hogy vissza is adom a szót Istvánnak, Ilonos hírek, hírek következnek, ha nem tévedek. Oké, okay, köszönöm szépen a szót és a képet. Ilonos hírek következnek, ahogy Tamás is mondta. Ilon valószínűleg megnézte a magyarul csak Pusztítónak nevezett ugye Demolition Man nevű filmet, és arra ösztönöz mindenkit, hogy mi is nézzük meg itt egy Twitter felhasználók közben megosztott egy képet, ahol a hasonlóságokat láthatjuk, a Model 3-as Tesla és a pusztítóba lévő autó között, illetve utána Ilon felsorolja, nem is Ilon, hanem, hanem, a Pope of Muscanity nevű Twitter felhasználó, ugye és felsorolja, hogy mi mindent jósolt meg a, ez a film. Az egyik ugye Schwarzenegger politikai karrierje, az internetes videóhívások, önvezető autók, Wesley Snipes, ugye Börtönbe kerül telefonkonferenciákat, táblagépeket, a social media, justice warriorsokat, a social distancinget, illetve a YouTube Instructional videókat, és írom még hozzáadta, hogy na meg a WC papír hiányt is, tényleg nézzétek meg az egyik keddencével nekem is, jó kis film. Lex Friedman pedig megosztotta, hogy sokszor úgy, úgy gondolunk magunkra, mint egyének, viszont közben gyakorlatilag 30 milliárd cella, 30 milliárd lényegében élő lényeg bennünk mindannyiunkban. Így Iron ehhez hozzászólt, hogy gyakorlatilag mi egy mobil eh, organizmus kolónia vagyunk lényegében. Illetve Vincent Tesmania oldala osztotta meg, hogy Berlinben, Berlinből jön ugye a legújabb fajta a Model Y. Itt Ilon egy kicsit nem a vicces oldaláról mutatkozott meg, hanem inkább az óvatos, óvatos oldaláról, ugyanis hozzátette egyből, hogy hogy a beindulás a legelején nagyon lassú lesz, hiszen nagyon sok újdonságot fognak egyszerre bemutatni, úgyhogy nagyon nehéz megítélni, hogy milyen gyorsan fog felfutni a gyártás, úgyhogy mindenki türelmes legyen, hogyha Berlin Badal -i y akar venni. És egy picit visszakötünk ugye a, a, az SN8-as tesztrepülése. Itt maga Ilon osztotta meg, ugye, hogy a egyik kedvenc száma ugye a 42, ami a válasza a, az életre, az univerzumra és mindenre, ez, ez a szám megtalálható volt ugye az egyik raptor, ha, raptor hajtóművem, nem véletlenül, nyilván. Illetve most a Twitteren is megjelentek ezek az úgynevezett sztorik, úgyhogy ezt csak ilyen screenshot tudom megmutatni, ahol is látszik Ilónak a kutyája, akit láthattunk a Tördő Tesla podcastban is. Ő Marvin a Mars lakó. Csak én teszem hozzá, hogy lehet, hogy gyűjtögeti az alkatrészeket, hogy visszamessen a Marsra illetve Ilon is kipróbálta a Cyberpunk 2077 játékot, ha csak röviden is, ugye nomádot választotta, így egy kicsit lassan indult a játék, de úgy, tűnik, hogy mindenki kipróbálta ezen a hétvégén a Cyberpunkot, nem tudom, hogy hogy volt neki erre ideje, de úgy tűnik, hogy volt neki erre ideje, illetve a leges, legújabb tweetje, ez konkrétan ma reggel tette ki, hogyha felvészítik a, a fényerőt, akkor láthatok itt egy kis üzenetet, hogy találhatok egy csillagot ugye a saját szavaival élve. Um, ilyenkor szoktunk arról beszélni, hogy mit csinálunk, te már elmondtad ugye, hogy mit fogsz jövő héten csinálni, elmondtad a, a részed Még végén? Igen, eh, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, csak úgy gyorsan kitérnék erre, és köszönjük, hogy megkérdezted. A legfrissebb videóban ugyanis elkezdünk egy ilyen, egy ilyen tananyagot bele-bele fűzni a, a videóimba, és mostantól minden egyes videóban lesz egy, egy kicsit ilyen, ilyen tananyag rész, és most azzal fogjuk kezdeni tulajdonképpen ezt az egészet, hogy, hogy meg, megpróbáljuk kivariálni, hogyan lehet elérni azt, hogy kevesebb veszteséggel zárjunk a tőzsdén. Természetesen nem rövid távon gondolkozunk ebben, hanem hosszú távon. És én szerintem ez nagyon izgalmas lesz, úgyhogy, úgyhogy érdemes követni. Köszi. Én a héten pedig hogy eh, csinálnak egy újabb videót. Valószínűleg egy újabb videón interjút, de az még nem fog kijönni, jövő héten, hanem előtte még a Cybertruck-os ugye már kész videóm. úra összehasonlítja a Cybertruck-ot három másik pikappal, ugye a Ford F-150-essel, a Chevy Silverado-val, és a Rem 1500-as típusával. Szerintem jó kis videó lesz, hogy nézzétek meg. Ha még nem láttátok ugye a múlt heti videót, az is egy illonos interjú. Illetve nagyon lassan, de készülök a a geohot nevezett, Geohotnak nak becézett, ugye George egy kicsit ilyen hacker a srác, ugye ő úgy volt, hogy dolgozik majd a Teslánál is, ő lett volna az alternatív Andrei Kárpáti, tehát ha nem jött össze, és Lexnek volt egy elég hosszú interjúja el, egy három órás, úgyhogy azzal küzdök egy kicsit, akkor van egy ilyen öt percem, akkor próbálok egy kis jegyzeteket írni, de az, az még valószínű, hogy jövő évben valamikor fog csak kijönni, úgyhogy ez egy nagyon előre beharangozott valami lesz. Továbbra is kérünk titeket, közben ugye iratkozzatok föl mindegyik csatornánkra, kövessetek minket Patreonon. Van egy nagyon jó ötletem a magára az innovatív hírekre, Patreonra, azt majd jövő év elején láthatjátok, hogy hogy tudtok még jobban részt venni ebben a hírés, illetve a podcast műsorban. És köszönjük, hogy velünk voltatok, kommenteljetek, lájkoljatok, osszátok meg. Látom a statisztikákban, hogy Viberen nagyon sokan osszátok meg, meg Messengeren, úgyhogy köszönjük szépen. Tartsátok meg jó szokásokat is, hétfőn folytatjuk a Tamás SN8-as podcastjával az Innovatív Hírek csatornán. Köszönjük szépen! Sziasztok! Bocsi! Sziasztok!